Szűni nem akaró lelkesedéssel köszöntünk mindenkit újra a képernyők előtt a Black Star Speedway-ről. Az SOGP2-nek az utolsó 2024-es fordulója következik, egy 8 körös verseny fordított rajtrács alapján. A vonalvezetésre mondhatnám, hogy a megszokott, de nem, ugyanis mióta átalakították a pályát, lettek átkötések, és a második horkot konkrétan kihagyjuk az idei évben. Ez a visontai Black Star Speedway-nek az általunk használt 900 méteres nyomvonala, szélességére 8-12 méter, úgyhogy ez csatáknak csak úgy adja a helyet. A hőmérséklet az esti óráknak megfelelően hűl tovább, a levegő csak 13, a pálya pedig csak 16 fokos, és nézzük, hogy a fordított rajtrács miként alakul. Az első helyről indul Spetyka, a másodikról pedig Bex. A második sorban Geri indult Trebron mellől. A harmadik sorban Linter és Zimi párosa foglal helyet. A hetedik helyről Pacsiz várja ezt a futamot, mellőle pedig a szabadkártyás Vic. Az előző verseny győztese Skinny Bee pedig a kilencedik helyről várja a rajtlámpák kialvását. És ahogy ezt már a képen is láthatjátok, fel lettek kapcsolva az első lámpák, úgyhogy miközben már nyugszik a háttérben a nap. A körülmények egyre sötétebbek lesznek a pályán, de elvben jól ki van világítva, úgyhogy azért remélhetőleg látni is fogunk némi akciót a pályán. Közben a bajnokság állását láthatjuk a képernyő sarkában. 39 pontja van Ziminek és 3 pontra van lemaradva Geri, viszont most a rajtrácson Geri fog előrébről indulni. Úgyhogy mindenképpen jó az ő számára, meg nekünk is izgalom szempontjából. És látszik is, hogy már eddig 15 pilóta volt, aki idén valamilyen úton módon SAGP 2-es versenyen részt vett. Megy a felvezetőkör. Itt az ideje egy kis gumimelegítésnek is. Bár ezt az SAGP 2-eseknél nem nagyon látom, hogy aktívak lennének benne. Pacsiz. Szerintem inkább azzal van elfoglalva, hogy kitalálják, hogy honnan vágjanak majd neki a versenyen. Igen, pedig előre belettek nekik mutatva, hogy igen, mi a rajtsorrend, melyik rajtkockába kell megérkezni. Nem kell félteni, annyira melegíti a gumikat, hogy még Trebron is vannak ott rajta. Azt hiszem, hogy volt az. Egyébként a két szabadkártyás versenyzőnket, akik mind a ketten fehér pólóba indulnak, onnan lehet jól megkülönböztetni, hogy Viknek van piros kesztyűje, meg ugye fehér alapon piros rajtszámmal. És érkeznek is meg. Elfoglalják a helyeiket. Bex azt akarja tudni Spetykától, hogy hány a számú géppel indul. Hanyas vagy. Ismerjük a mondást, és el is rajtolnak, nagyon gyorsan elindítják a mezőnyt, hátul pedig már Zimi az, aki bevág középre. És gangol előre gazdagon, már a második. Igen, határozottan a második. Geri előtt van, aki ott van a harmadik helyen, úgyhogy bajnokság szempontjából Gerinek kéne itt ebben a belső évben próbálkoznia. De egyelőre nem úgy néz ki, de de legalább tisztán eljött a mezőny. Igen. Az is valami. Itt mennek helyezkedések. Spetyka és Vic volt az, akik egy kicsit összeértek a kanyar külsejénél. És a sort a két szabadkártyásunk zárja. Vic és Trebron sorrendben. És Pacsiz pedig nagyban küzd Gerivel, és megelőzi Gerit. És Linter is bevágott ott Skinny Bee elé, de Skinny Bee kigyorsításon visszajön. És szélárnyékból, ahogy néztem, ki is néz egyből Zimi, és Zimi átveszi a vezetést, bár még mindig ott van az az első kerék Bexnél, de egyszerűen nem volt kérdése Ziminek, csak fogta magát, azt elvette az első helyet. Ellentmondás nem tűrően. Úgyhogy ő vezeti a sort Bex, Pacsiz, Geri, Skinny Bee, Linter, Spetyka, Vic és Trebron előtt. És hátul a két fehérmezes nagyon küzd egymással, annyira, hogy Trebron elment Vicnek.
Zimi pedig kezd elnyúlni Bex-től. Igen, opa! Bex pedig nem nyúlt el a bólya kamerától. Szegény bólya, ami tártott itt az SKP 2 mezőjének is. Előző futamon Trebron vitt el, itt pedig Bex. Valós. Valós. Szegény bólya. Na de térjük vissza a futamra, itt Trebron néz be Spetyka mellé, és meg is szerzi ezt a pozíciót annyira, hogy Vic pedig követi. Bizonyáru kapcsolásként érkezett Trebron után. Ez egy szabadkártyás csapatmunka. Igen, Spetyka annyira nem nevet rajta, de... Igen. Így is mondhatjuk, Skinny B előzi meg Gerit, úgyhogy Geri esik vissza, ami nem jó neki a bajnokság szempontjából. Pláne úgy, hogy Zimi vezet. Oh! Csak hallottam, hogy hogy kerékvetőre tette Bex a gépet. Lehet, hogy még a bolya kamerának a maradványaira tör. Ja, teljes kivégzés, igen. Pacsisz pedig közelít Bexre, és próbál mellé érkezni. Féken egy kicsit, mintha megindult volna Bexnek a gokártyának a hátulja, de teljesen kontrollált volt. És visszatérünk ide a mezőny végére. Trebronnal nem tud elbánni Vic, pedig az előző futamon még dobogós helyért küzdött. Most pedig a 7.-8. helyért megy ott a viaskodás. De legalább közel van hozzá. Igen, most viszont sokkal jobban jött ki ebből a kanyarból, annyira, hogy már-már mellé próbálna esni, de inkább a kigyorsításra hajt. Belül... Mennyivel másabb éveket autóznak. Igen, nagyon lecsapja Trebron is, és valószínűleg ez volt a bólya veszte is az első futamon nála. De Trebronnak is ez lesz a veszte, mert Vic sokkal jobb tempót vitt át. Megvan, szerintem, bár még mindig fejfej mellett lehetnek. Vannak is, és belső éven visszajön Trebron, és levezeti kicsit Vicket. Olyan, nagyon... Ott. Putvából mit szedett össze vajon? Nagyon dolgozni kellett, hogy ezt összeszedje. Hát nem babra megy a játék. Főleg, a 7. helyet se. Nem akarta felültetni a gokárt, hasát sem van rázókőre. Igen, és itt Pacsisz próbálkozik Bex mellett. Kis támaszkodással. Megy a pofoszkodás az egyenesben, és megy a szokásos gyorsulási. Tényleg fejfő mellett vannak. És Pacsiznak fogja jobban kiadni, ő van a belső íven. De a külső íven valahogy Bex mégiscsak talál egy kis lendületet. Fürgébb. Na nézzük, féktávon Pacsiz. Alávág Pacsiznak, és megforgatja. Kiforgatja. Ej. Ez nem volt egy szép. És ott, ahogy visszajött Pacsiz, fönnakadt rajta a Skinny B, annyira, hogy visszajött Geri, és Bex bevárja. És visszaengedi annyira, hogy elmennek mellette még Geri is, és Skinny B is, bár utóbbi próbálja vissza előzni. Geri pedig Pacsiz próbálja előzni, Skinny B a belső íven, Bex is itt van, és Pacsiz megint megfordult. Most ezt vajon Geri okozta? Miközben Trebron elment Linternek. És Geri az, aki az egyenesben visszalassít, és véletlenül visszaengedi Pacsiszt, úgyhogy ő lehetett az, aki itt a nagy kavalkádban eltalálhatta. És már látszik rajta, hogy elengedte. Teljes megsemmisülés. Igen, ugye kettő kör van hátra, vagy hát másfél, hogyha Zimit nézzük. És Zimi az élen. És maga biztosan vezet, pláne azután, hogy itt ilyen bevárások, csaták voltak a második helyen, már bőven elnyúlt mindenkitől. Zimi egyértelműen kontrollálja ezt a mai második versenyt. Igen. Viszont ennek az egész hatatárjának a legnagyobb nyertese... A bólya kamera, ami gyaloggalopos fekete lovakként még továbbra is küzd. De azt akarom mondani, hogy a legnagyobb nyertese egyébként Bexen kívül, aki visszaszerezte a második helyét, Trebron, aki följött a negyedik helyre. Igen. És Vic is ott van a hatodikon, úgyhogy azért próbáltak. Igen, a körülöttük lévő nagy pofoszkodásból végül is lassan jár tovább érsz elv alapján.
Igen, és jelenleg begerészték magukat. Skinny Bee az, aki hátulról próbálja ösztökélni Bexet, hogy elvegye tőle ezt a második helyet, annyira, hogy szinte árnyékként érkezik mögötte. Én nem ahogy... is láttam, hogy ők ketten voltak. Igen, és Linter is ugyanezt próbálja csinálni Trebronnal, úgyhogy a... ebben a pillanatban egyébként már le is intik a futamot, és megszerzi Zimi a győzelmet, és ezzel együtt az SLGP 2 bajnoki címét, miközben még itt a második helyért megy a gyilok, és újabb verseny a vonalig, de ezt Bex ez behúzza. Ez Bexi. És itt a hármas Trebron Linter Vick sorrendben, és még Pacsiz visszaszerez egy pozíciót Specskával szemben. Egy tizedre kereken. És Geri az, aki még valahol a pályán szépen körbeegerészi magát, de itt van Zimit avatjuk föl első SGP 2 bajnokként 2024-ben. Sokáig fejfej mellett voltak Gerivel, de valahogy itt most Geri volt az, aki egy kicsikét szétszórtabb lehetett, vagy Zimi volt összeszedettebb. Kiki dönts el. De gratulációk már mennek a levezető körön, jobbra-balra. Figyelni kell. Sötétben főleg nem árt. Igen, egyre jobban sötétedik, úgyhogy ez majd a később megrendezése kerülő SGP utolsó futamának lehet egy izgalomfaktora, hogy addigra már talán még sötétebb lesz. Már pedig. Igen, mert most is kellőképpen sötét van, hogy addigra valószínűleg teljesen be fog sötétedni, és csak a pályavilágítás marad, ami egy kis fényt ad az éjszakában. Úgyhogy még ezt a kis háttér fényt még egy kicsit élvezhetjük, és már másznak is kifele a versenyzők. Ők már ezt a szezon teljesítették. Mert a konklúziók levonása. Igen, és megy is. Szegény Pacsiz volt az, aki megint rövidebbet húzta. Ő már a Hungaroringen is pörgött, forgott, igen. Úgyhogy ő mellette nem volt ennyire fortuna. Itt vannak az első gratulációk pedig Ziminek. Na nézzük, hogy alakult ez az egész verseny. A rajtnál még elég gyorsan ment a helyezkedés, és ott már elég előre jött Zimi. Annyira, hogy a második körben már itt ebben a pillanatban át is vette a vezetést Bex-től. Amit aztán ki sem engedett a kezéből. És még a bóját is megszorongatta egy kicsikén gokártya szélével. Itt még a verseny első fázisa, ahol Trebron és Vick átfűzték magukat embereken, egymáson. A pudván. Itt Bex, ahogy megtalálta Pacsiszt, és nézzük, hogy volt ez itt. És igen, Geri az, aki megcsípi Pacsiz gokártyának a hátulját épp, hogy... De az kellően elég volt ahhoz, igen, hogy megforgassa maga körül. Itt pedig a győzelem pillanat az Iminek, úgyhogy győzelemmel zárja ezt a szezont, és ezzel gyűjti be a maximális 10 pontot erről a helyszínről. Második, mit nem mondjunk. Igen, második helyen pedig érkezett Bex, aki visszatért ugye ebbe a szériába. Skinny Bee pedig a harmadik helyen zárta ezt a futamot. A hátsó régióban Trebron, Linter, Vick, Pacsiz, Spetyka érkezett, és végül Geri kocogott be a célba. Hát igen, ő már nagyon elengedte a végén egy 50 másodperces hátránnyal, de nézzük, hogy akkor miként kapták meg az érmeket. Zimi áll fel a dobogó tetejére. Megszorsoljuk rajta, hogy még így is fagassa. Mosolyogat, hogy még így is megadta a második hely, pedig a verseny felénél nem úgy nézett ki. Itt van a pontverseny végeredménye. Zimi nyerte ezt a bajnokságot 49 ponttal, és 11 ponttal növelte végén az előnyét Gerivel szemben, aki még épp hogy egy pontot tudott menteni Skinny Bee-vel szemben. És így zárul az SLGP 2 bajnoksága. Hogyha esetleg téged is érdekel ez a bajnokság jövőre, akkor nyugodtan lehet írni az infokukac.slgp.hu-ra, ott mindenféle extra információt megkaptok. Ti pedig, ha még nem tettétek, iratkozzatok fel erre a csatornára, hiszen jövő héten érkezik ugyanez a verseny az SLGP mezőnyével. Ők is befejezik a 2024-es szezont, úgyhogy akkor is majd szépen lassan várunk vissza mindenkit.
Addig is legyetek jók. Szevasztok. Sziasztok.